Mindjárt megérkezek Dévára, egészen pontosan Déva mellé, egy csirkefarmra, ahol egy rádióstúdiót lehet találni egy asztalos mester művejében. Akiről már készítettem egy portréfilmet, és most ismét megállok nála, ugyanis vannak jó hírek, fejlődnek a dolgok, a rádiója beindult, és miközben most haza kell ugorjak Magyarországra, megállok nála, és lássuk, hogy mit mond nektek. Akkor kiszálltunk az autóból, és folyt köv, kiáll mellettünk. Az első szabad dévai rádióstúdió tulajdonosa, üzemeltetője, megérkeztünk, ez is sikerült. Hát akkor bemegyünk. A hűséges nézőink már látták azt, hogy kávé hol lehetek, de valami nagyon komoly dolog fogad így reggel 8 órakor. Egy kis bűnös reggeli. Nem baj. A bűnösöket szereti Krisztus, úgy hallottam. Na, jó van. Jaj, de fincsi. És még átmegyünk. És még lemegyünk. Itt vagyunk az egyik stúdióvezérlőbe. Muskóci és... Hogy van ez most? Muskóci rádió? Vagy hogy hívod a rádiódat? Nem, egészen? Nem, Artizan Blues rádió. Nagyon jó. És miért blues? Hát, All operators are busy at the moment. Jó, megálltunk. Szóval megálltunk, gondolkodtunk, és azt mondja Attila, hogy tudod miért Frici blues? Mert jól hangzik. De amikor a kolozsvári főtéren a Che Guevarával szemben hunyorítottunk, és megkérdeztem tőle, hogy te figyelj, tudják mi az, hogy artizán? És akkor azt mondja Attila, ki jelent az, hogy artizán rádió? Kézműves. Szerinted hányan tudják azt, hogy mi az, hogy artizán? Szerintem senki, rájöttem. Matyi? Azt mondják itt a valamelyik sörözőben, Matei? Corvin. Matei Corvinul, nem tudom most pontosan. Most a Hunyad is már román? Mátyás király is román? Mindenki. Attilát kirúgtuk. Most én leszek a rádiós. Judit, figyelj! Lengyel Judit művésznő. Így van, ja, hátra is. Ez egy igazi otthon. Éppen erről beszéltünk, hogy egy ilyet elfogadnék. És Attila mondja, hogy ez, ha hiszem, ha nem, hát maradékfanyagokból vetted föl. Okay. Hogyan lehetne egy védelmi radar vaskupolát létrehozni fölét, szerinted? Hát a humor eszközével. Amikor először találkoztam veled itt ebben a stúdióban egy nem is olyan hosszú ideje, pár mondatba össze tudnád foglalni, hogy mi változott? Amióta megismerkedtünk a újraindítottam a rádiót, felvállaltam a rádiót. Hát ez van, tehát ha nem mind bátorítasz, akkor én nem látom értelmét. Jó, most ezt hagyjuk, de... De engem, tényleg így van. Jó, köszönöm, de engem az érdekel, hogy szerinted, ezek szerint minden lehetséges? Biztos. Biztos, én mi kell hozzá akkor, hogy minden lehetséges legyen? Sok fiatal fogja ezt nézni, tehát akkor most légy szerint egy picit tenkerold magad. Tehát, mi, jó, tudom, kell hozzá egy fogelfrice, ez teljesen egyértelmű. Utána? Hát, hogy komolyan vegyük egymást. No, ez tök jó. Egyszerűen mást nem tudok mit mondani. De nekem kémeim jelentették a szószoros értelemben, hogy téged mostanában azért eléggé komolyan kezdenek venni. Igen, de nem hallgatók, hanem magamfajta emberek. Tök jó. Kezdünk összejönni. Uh-huh. Erre nem számítottam. Én azt hittem, hogy egyszerűen nagy hallgatóságot kell valahogy megfogni, és utána aztán jönnek az emberek, de
fordítva kezd alakulni, hogy alkotók vesznek komolyan, és végül is ez sokkal jobb, mert kötelez. Néha meglepődök, hogy ezek az alkotók mennyire komolyan vesznek. És igazán most neked ezen a stáción, ahol most állsz, mi hiányzik legjobban? Hát most, hogy munkatársaim vannak, hát megmondom őszintén, hogy anyagi ösztönzés, nem miattam, hanem hogy őket tudjam egy kicsit, mert beteszik a maguk lelkesedés részét, de mindenki dolgozik, az a helyzet, mindenki keményen dolgozik a pénzért, és most már kezd egyre több időt felvenni a dolgoknak a megírása, felmondani, utána kikeverni, kiposztolni a rádióba ide-oda, tehát kezd egyre több időt felvenni. Ahogy kezdtem megismerni ezeket a mostani munkatársaimat, elképesztő dolgok jöhetnek létre. Tehát csak az utóbbi hónapokban olyan energiák szabadultak fel bennük, ami engem is nagyon lenyűgözött és lekötelezett, hogy ezt nem szabad hagyni. Megvan Déván a rádió. Működik is szépen most már. Szerbiában, délvidéken ott is elindultak dolgok. Pókán most voltam, ott is elindultak a dolgok. Láthattátok a videoklipeket a gyerekekkel. Egyre többen vagyunk, egymásért is vagyunk. Ha ezzel egyetértesz. Persze, tökéletes. Emberek morális szintje szerintem nagyon jó. Csak meg vagyunk vezetve. Felesleges dolgokkal foglalkozunk, nem azzal, amivel kéne. És eltelik az idő, egyszerűen kicsúszik a kezünkből az idő. Most engem azért neveznek rohadik liberális baloldalinak, pedig nem vagyok az, mert rávilágítok, szerintem, én úgy érzem, hogy rávilágítok ezekre a kamu nemzeti tevékenységekre. Tehát olyan jól el van, hogy rittyentünk egy nem tudom milyen támogatásból táncházat, és akkor ezzel lezártuk a magyarságunkat. Elmegyünk ott, kisöröztük magunkat, hülyére részegre itták magukat, táncoltak egész éjjel. Reggel az, mert mindegyik a multiba dolgozni, ide-oda, amoda. Senkinek eszébe nem jutna, hogy gazdálkodjon, hogy csinálja. Tehát ezzel lesütik. Lesütik az energiát, amivel esetleg lehetne konkrétan valamit építeni. És akkor ma már senki nem csinál semmit, hogyha nincs támogatva. Rögtön az a kérdés, van támogatás? Nem. Pá. Tehát nem is figyelnek oda. Kész. Ami nincs támogatva, akkor ez egy privát valami. Tehát egy nincs semmi, mi van a háta mögött, semmi nincs a háta mögött. Csak az ember. Hát az nem elég. A fiam is kérdezte egy nap, hogy mi kéne neked a rádióhoz, hogy beinduljon. Azt mondtam, egyszerűen csak az, hogy komolyan vegyenek. Semmi más. De mi olyan nehéz, ember? Fogod a telefonodat, felmondod egy versedet, ember. Felmondod háromszor. Elküldöd, én bekeverem. Van egy pár ismerősöm a Fészen,
termelők. Nagyon szépeket írnak arról, amit ők csinálnak. A képekben úgy ítélem meg, nagyon jó sajtokat csinál. Jókat ír. Na, szeretném megkeresni őt is. Mondd fel, ember, mondd fel egy pár dolgodat, és felveszem, átküldöd, kikeverem, feltesszük a rádióra. És így tovább, így tovább. És akkor, hogyha már van 10 ilyen mondjuk a rádióban, akkor azt mondják, hogy hána oda. Ugye, tehát nem hova, oda. Én amikor ezelőtt 30 évvel elmentem Budapestre az IKEA-hoz, volt, amikor ott is alakult egy IKEA, elvitt egy haverom, és én ledöbbentem, én akkor jöttem rá, hogy ez mennyire koncentrált marketing van benne, mindent, abszolút mindent felülel. Tehát attól kezdve, hogy nyilak vezették, hogy hol kell menjél, ha nem követted a nyilakat, akkor eltévedtél, és viszont a nyilak úgy vezettek, hogy mindent lássál. Mindent, amit el tudsz képzelni. Mikor kijöttél, akkor az volt az érzésed, hogy IKEA-s lettél, tehát hogy ez a koncepció neked nagyon tetszik. Na most, mivel ugye én asztalos vagyok, én észrevettem, hogy itthon, legalábbis Erdélyben, mind a mellett, hogy vannak nagyon jó hagyományaink, de minden szinten bútor, építkezés, minden, mégis ilyen IKEA-sak lettünk, mert nem volt más opció. És akkor fogalmazódott meg bennem, és mind próbáltam ezt másoknak is elmondani, hogy alkossuk meg a saját IKEA-nkat, tehát a saját dizájnunkat, a magyar dizájnt. Mert kérdezték, hogy de hogy? Hát úgy. Tehát, hogy van egy deszka, és akkor abba vigyünk be valamit, ami magyar. Ennyi. Nem kell állandóan kicifrázni mindent. Tehát csak úgy, ahogy bemész az IKEA-ba, egyértelműen érzed, hogy minden skandináv. Abszolút minden. Nekik folyton kell az önigazolás, ezért mantrázzák, hogy kik ők. Mi, akik ide születtünk, ezzel élünk. Hogy pupa hátunkon vagy immunerősítő vírus a helyzet, ki tudja. Az értelmiségi, hiába várunk tőlünk annyira sokat, mindig ide vagy oda lavírozik, még a magyar is. Néha ír egy kétértelmű verset, aztán elvárja, hogy nemzetmentőként nézzünk rá, holott gyakorlatilag minden kitartás a mindennapos melósokra marad. Az a baj, hogy a magyar politika is fordítva gondolkodik. Azt hiszi, ha felújítat egy templomtornyot, attól több híve lesz, holott az élet lehetőségeket kellett volna javítani, hogy majd legyen, aki templomot javít. És lenne még egy remény, ha ez csak valami félreértés miatt lenne, de sajnos úgy látom, hogy ez tudatos politika. Persze, hogy irritálja a románokat a magyar pénzű templom felújítás, meg sportegyesületek támogatása, mert azoknak van országvilágra szóló súlyuk. Ez a labda dobogatás tudatosan zajlik, mindkét fél szinte kéjelekbe generálja ezeket, van ok a világcirkuszra. És mindeközben egyre több fiatal vándorol külföldre. És erre a jelenségre úgy tekint a jelenlegi politikai fősodor, mintha ezzel csak kiveszne a nemzet férgese. De sajnos csak a jók mennek el. Ha ugyanazt a pénzt, amit tornyokba raktak, helyi vállalkozóknak építettek volna üzletházakat, megnőtt volna a magyar kisvállalkozók száma. És nem lett volna sokat mi háborogjanak a románok sem. Megjegyzem, egyéni, szubjektív
saját vélemény egy olyantól, aki ebben a közegben nőtt fel és gondolkodik. Kós Károlyból indulnék ki, aki megértette, hogy nekünk erdélyi magyaroknak nincs más utunk, mint békében élni a románsággal. Ezek a nagypofájú dolgok lezajlanak, addig tartanak, amíg a sörpénz, aztán marad a hétköznapi meló, ahova kell az igazi kitartás. Ha van, amitől a románnak rettegnie kell, az a magyar szorgalom, munkabírás és leleményesség. Én ebbe fektetnék mi magyar politikus, nem templomokba. Bocsa, csak kutyogás a gondolatom.